Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, nekem eleve tegnap egész nap pénteki hangulatom volt. Mindenki, még a Facebookon is úgy csúsztunk el mindenkitől a Morning Show, de jó hétvégét. Aztán ez a Viki kijavította. Aztán kérdődő, hogy hétfő találkoztunk, ma itt vagy, de most olyan, mint a hétfő lenne. Tehát én nagyon nagy a zavar most így ezzel a hétfői klasszjárral. Nem éreztétek tegnap, mint a pénteki hangulatotok lenne? Most is ugye? Tök fura, hogy ugye Tibi előtt nincsen Vézolika. Egyébként Vézolikára egy picit visszautalva, ő nem biztos, hogy neki teljesen leesett, hogy vége van az adásnak. Én a koncert után még egy ilyen fél órát, 40 percet dedikáltam, és Vézolika még akkor is ott bolyongott a színpad körül. Tehát, hogy én ezért szeretem, mert nagyon ösztönös. Ösztönös. Is jó szó. Mit csinált? Eltévedt. Ő ott várta, hogy még ebből mit tud kiaknázni ebből a szituációból. Tehát ő szerintem ott tehát még ott a nagy színpad környékén próbálta bedumálni magát egy kicsit, tehát egy meleg szendvicset a cateringről, bármi, nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy édesem, nagyon cuki volt, ott körözgetett, én próbáltam így a pillantását kerülni, mert úgy éreztem, hogy ebből egy ilyen hosszabb barátkozás lenne, és én nagyon fejlesütve egy kibókláztam onnan, hogy ne kelljen erről beszélni, de nagyon cuki volt egyébként. Elmenekültél a jövő generációjára. Igen, én is ezt a szót kerestem, igen, a jövő generációja, igen. De ja, tényleg jó arc volt egyébként. Magasra tette a lécet, de úgy érzem, hogy nagyon-nagyon erőködve sikerült megugrani. Annak ellenére, hogy zavarba hozott, mert gyakorlatilag minden számba elfelejtettem legalább egy sort a színpadon. Tehát, hogy nem tudom, mi van velem. Én azt hittem, hogy énekelteted a közönséget. Hogy ez azért volt. Igen, na ez egy jó trükk. Na mi van, nem tudjátok, hogy vagytok? Igen, fogam. Tehát, hogy egyszer beénekeltem, hogy akkor, hogyha az ében nem látod, hogy hol vagyok, akkor hullok neked küldőcsillagot, meg ilyeneket. Tehát figyelj, tehát a teljes gáz. Zolika akkorát alkotott, hogy ez megzavart. Meg. A komszika. Azt nem nyomta el, csak egy dalt nyomott a Balaton. Érezted, hogy itt indiszponált voltam, mert rövide volt a Neoton blokk is. Ja, nyomtam egy 50 percet, gyere rúgjál belém. Még ott voltak, én is hallottam a Neoton blokk. Ott voltam, még ott dedikáltunk. A múltkor volt egy koncert, ahol mögöttem lépett volna fel a Neoton élő koncerttel. És fölmentem, toltam, hogy jött a Neoton blokk, hogy kihagyjam, mondom, hagyja ki a túró, mondom. Elnyomtam, röhögtem, hogy mindez öt nagy slágert elnyomtam. Hogy örülhettek neki? Majd megjött az égszakad. Neoton nem tudott föllépni, szervezők meg ott hálálkodtak, hogy látod, volt a beígért Neoton, végül is volt. Gyorsan le is számláztad. Aha, két koncert. De akartam tőled kérdezni valamit, hogy a Viki nem hozakodott elő azzal, amiről beszéltünk? Mert én elég erősen piározok valamit, amúgy hallottam, hogy beszélgetetek. Hogy te legyél a gyerek keresztapja? Nem. Azt, hogy a Balázs legyen a keresztapja, én az apja. Én felnevelem. Nem mondod semmit? Nem. Valami belekezdett, de mondta, hogy rólad van szó, és mondta, hogy ne folytasd. Szemét lágy. Azzal a tűvel hagyjad, Viki, nem érdekes. Ennyire féltékeny vagy a szépségemre. Nem, megbeszéltük, hogy és a Viki már jó ötletnek tartja azt, mert téged kell még egy picit begyúrni, hogy a kicsi az hadd kapja meg a Tibi nevet. Tehát a Sebestyén Tibike. Új, de szép. Sebestyén Tibi, Tibesz, Tibó, Tibusz, Tibcsók. A Tibót kifejezetten szeretem. Tibó, Sebestyén Tibó. Tibó, úristen. A kis Sebestyén Tibóka. Tibóka? Tibcsó, Tibcsef, Tibesz, Tibir, Tibó. Vannak nevek szerintem, ami felett eljárt az idő. Ilyen a Tibor. Akkor, amikor születtél, ez nagy divat volt, de ezt tekintjük annak a kornak. Tehát, egyfajta hozadéka. Szerintem kevesebb Tibor van most már. Ha hármunk közül választani kéne, akkor mondjuk se a Ferenc, se a Sebestyén János. Szerintem ezek a nevek, ezek elmúlnak majd szépen. Szent meggyőződésem, ahogy a Balázs is egyébként. Tehát, hogy valahogy szerintem ma már a 70-es években minden harmadik gyerek Béla volt, mi szerintem meg kéne nézni a statisztikát, hogy ma hány gyerek kapja a Béla, a Károly vagy a Kálmán nevet. Jóval kevesebben. Szerintem, nem? Tehát egyszerűen változik. Na jó, ez de a dolog. A Tibi most annyira fut. Igen. Kassa Tibó, Tibort, Tibucs, Tibcser. Tibcser. Tibri. De jó, nem. Tehát akkor ez nem lesz Tibor a gyerek. Szomorú. Viszont akartam még egy sztorit hozni, csak hogy nem tudom tegnap mi volt a levegőben egyébként, de hogy tegnap nem tudom a Bolondok fél órája, de hogy tegnap gyakorlatilag normális emberi találkozásom nem volt. Három sztorit mesélek. Oda jön hozzám az utcán egy részeg, aki nagyon-nagyon próbál haverkodni, egyébként általában nem tudom, vonzom a részegeket, lehet, hogy olyankor tűnök elfogadhatóbbnak. De egy oda jön hozzám az ember, és a következőt próbálja nekem elmondani részegem. Vén, úgy szeretem az önirnóriád. Öninóridád. Öninó. De legalább tudta, hogy ki vagy, ez jó. Öninó. Hát figyelj, az öninó. Tehát miért nem azt mondod, hogy vicces vagy? Az öninóriádat.
Ez még ott Debrecenben? Hát valahol útközben egy ilyenbe belecsúsztam, még ott Debrecenben. Másik, jövök föl, már fenn volt a Pesten, be akarok állni egy parkolóba. Őrzött parkoló. Gurulok befele, emberünk egy ilyen idős bácsika jön, ha ilyen nagyon határozott lépek. Ne tovább, álljunk meg, most álljunk meg. Megállok, mondom, mi a túró, tudod? Oda sétál, behajol az ablakon, lehúzom, néz rám egy ilyen 2 percig, de ilyen meretten, tudod, hogy benne az aurádba. Mondom, ebből mit hozunk ki? Akkor megszólal, hogy mit szeretne? Nézem, mondom, tudod, ülök, parkolni. Nem, hát mondom, annyira magasra dobta a ladát, mondom, hát csirke mellett filét, ha van, hát tudod, ez egy parkoló. Mondom, akkor parkolnék. Erre jött a specifikáció, ahhoz szimpatikus. Ó, de jó. Ahhoz szimpatikus? Ahhoz szimpatikus. Álljunk meg! Ahhoz szimpatikus. Finom? Tehát ez a benn van a főnök kategória. Valószínűleg az egy picit így túl reagálta a dolgot, mert hogy benn volt a főnök. Egy icipicit. Igen, mit szeretnél? Megnézhetni a vesekövemet itt a parkolóba. És a harmadik sztori, elmentünk még hotdogozni hazafele menet, és a barátnőm nagyon cukin rákérdezett arra, hogy baromfia a virsli, vagy esetleg valami más, és mondták, hogy nem, az Mirelit. Nem baromfi, hanem Mirelit. Nem volt jó napot tegnap. Fú, és akkor mondtam, hogy kicsi, menjünk haza. Tehát, hogy ezt a napot, ezt még kicsit kihúzunk, akkor nem tudom, mibe fogunk belefutni. De nem a félre sikerült tegnapi napom, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Figyeljetek, most jón van. Na. Jón van. De ne hájpold előre, majd mondjad, és akkor mi eldöntjük. Ne ágyaz meg neki böki, ennyire. Böki is, de meg is gazdagodunk már megint rohadtul. Na. Aha, mint érted? A múltkor? Még nem, mert eddig még nem vittünk semmit végig, de ez most az. Na, mondjad. Állsz a pirosnál. Igen. Előtted egy ilyen tarkopasz 200 kilós gyúrós ül a nem tudom, egy puntóba. Tehát ott látod, hogy ott ül, zöldet kap, és neked te ott állsz, hogy jelezni kéne neki. Ugye? Hogy testvérem, zöld van. Tehát mögötte vagy. Mögötte aha, vagy. Igen. Ő zöldet kap, és jeleznél neki, anélkül, ugye, hogy egy rohadt nagy vascsővel kiszerjen és agyonverjen. Mi az egyetlen lehetőséged? Telibe rádudálsz, ugye, ekkor emberünk, egy rohadt nagy vascsővel jó agyonver. Van az affér, igen. Ugye? Na most, ugye, erre jön a Morning Show Duda csomag, Special Edition, Duda Tuning, ami... finomabb jelzésekre is ad lehetőséget. Mert én ezt tényleg idegesít, csak hogy meglegyen, hogy miből ki a csőrömet, hogy tényleg nem tudok egy finomabb jelzést leadni, mert nem mindig akarok én telibe beletenyerelni a dudába. Van egy csomó olyan szituáció, hogy csak mondanám, hogy figyelme mehetsz, tehát valamire jeleznéd, és alapvetően olyan sliccen van az emberek, hogy dudász abban a pillanatban, hogy adanyádat dudász. Tehát ez rögtön jön már szinte mindenkiből. És finom, tehát hogy legyen egy ilyen B-verzió, tudom, amit mi fejlesztünk, ezt most levédete minden hazafele menet. Igen. Hogy ez a Morning Show Tuning chip csomag a dudában, és mutatom nektek, hogy milyen alternatívák vannak, ha röviden nyúlsz a dudához. Tehát ha hosszan nyomod, akkor továbbra is duda. Igen. Ha röviden, akkor pedig ilyen lehetőséged vannak figyelmeztetésre, mint... De erre nem fogja azt mondani, hogy mi az anyádat csöngetsz, nem? Zoszó. Figyelj, testvérem, kérlek. Kérlek, légy szíves, indulj el, ha nem haragszol. Zöld van, ha meg nem bántalod, drága kigyúrt kolléga, jó? Vagy például? Nyilván. Ez reális. De erre nem fog megverni. Erre nem. Mit kakukkolsz? De erre nem fog semmit csinálni. Hát csak fölnéz, hogy úgy felejtette az indexet, vagy zöld van, figyeljen. De csak egy ilyen jelzés. Megjelzik az időn. Elaludtam. És van egy harmadik is, az nem tudom melyik volt. Jó, de szép, aha. Ez jó. Vers mindenkinek? Igen. Vers mindenkinek. Egy ilyen hárfa futammal jelzem, hogy kizöldült előtte, és nem fog megverni. Tehát gondolj bele, hogy amikor a dudát meghallja tényleg egy ilyen vérivó, nem tudom, ukrán sofőr, akkor az azonnal kiugrik rá. Tök mindegy, hogy te csak azt akartad jelezni, hogy kiejtett valamit az ablakon. Ha ő ki az ablakon, és nyomjál valami rövidet szájjal. Mert az nem olyan, mint a duda. Egy dobolás, vagy pukkan csak egyet. Az nem annyira hosszú, mint a duda. Testvérem, légy oly kedves elindulni. Én azt gondolom, hogy
hogy ma már kell, hogy legyen valami finomabb jelzés, mert tényleg meghallják a Dudát, rögtön ütnek. Nem, Feri? Hát már az annál is rosszabb például, amikor állsz, te vagy a második, igen, és mögötted valaki rádudál az első. És azt hiszi, én már fölteszem így a kezem, nem én voltam, te sem. Ha igen, nem, ő az... itt a megoldás. Itt a megoldás. Dudász egyet, és hátra mutatsz. Én tegetsz a kezed, nem én voltam, félreteszi, mögöttem. De mi ennyire hátra néztek, hogy kire dudáltok rá? Baromira. Vagy, igen? De... Hát most ott áll előtted a nagy autóval, látod a nagy kopasz, az aranylánc, megcsillan a nyakát. De mit tudom én, a Fiat Multiplára rádudálsz, hogy zöld a lámpa, de mit tudom én, lesötétített, mit tudom én, esmercire nem dudálsz rá, meg kiszáll egy szájba. Nem úgy esik. Tehát, hogy én szeretek ilyen alfahímest játszani, amíg nem kerül kilátásba a verés. Tehát, amíg valaki nagyon nem indul el a kocsit felé, addig vagy nagyon nagy arc szerintem. És tényleg benne van az emberben, hogy finomabb jelzést is adnál, de nincs. Tehát, hogy villogni nappal nem villog, a Dudát, ha megnyomod, az rögtön ezt váltja ki. De akkor minden szituációban nézitek? Tehát ha olyan az autó, akkor nem beengeditek, akkor nem olyan, persze, akkor elkezdesz neki integetni, mert megnézed, hogy egy öreg mama vezeti. Tehát ez feltételezi azt, hogy minden helyzetben mindig az autó sofőréhez mérten reagáltok bizonyos szituációkra. Nem, ez nem igaz. Én nem az autót nézem, én mindig, hogyha öreg mama van, én rögtön agresszív. Igen, azért nem. Te szállsz ki a csővel. Igen. Mi van, mama? Nem, de hogy jó, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy igenis legyen egy finomabb jelzési lehetőség, mert jelen pillanatban nincs, és azt gondolom, hogy ennek ez a helye van, és nagyon jó lóvét tudunk rajta fogni. Hallgassatok rám, a következő generáció, a 8, a 10-es BMW-be már benne lesz a Morning Show Duda csomag, Duda package. Tehát, hogy választhatsz alternatív hangokat, a csengő hangokat a Dudáthoz. A rövid nyomás. A barátságos. Igen. Bam, bam, bam. Tehát ilyen napon akkor fel lehetne venni mondatokat, mint a rendőr, hogy kiszól neked ugye a hangosban, hát az is jó. Na jó. Könyörgöm, kérem szépen, ne haragudj, hogy legyen szíves, indulj. És bemondasz egy ilyet, az fölrög, és elindul. Ez is, uram, ne haragudj, tovább menne, bocsásson meg. Mondjuk egy előzés után lehet nézni, hogy köszönöm! Igen, megnézed, hogy ki ül benne. Ha olyan, akkor átszólsz neki. Tehát akkor ezt tovább is lehetne vinni, mert akkor lehetnének csajozós motivumok, érted? Tehát, hogy akkor már rengeteg motivum lehetne. Persze. Nem? Erotikus női hang? Nem. Az is jó. Elindult Emmanuel, menj már! Menjél már, Emmanuel! De nem, hát jó hangú nőkkel például fel lehetne mondatni. Hello, szép fiú. Kérem, induljon tovább. Köszönöm. Nem, és ezt egy jó hangú nő fölmondja neked, benyomod a kettes verziót, amikor a női hang beszél. Férfi hang, duda hang, ez nem rossz. Nagyon nagy lóvé. Tehát azért mondom, döntsétek el, hogy benne akartok elenni 100%-kal. Mit mondasz a mammának? Rádobod a hajókürtöt, mit csinálsz vele? Tehát ha megnézed, hogy egy kis Fiat Seicentóba ül egy, mint tudom, 70 éves nyilván. És hogy ő nem hallja. Már meg is lököl. Akkor legyen egy markásabb verzió, mondjuk egy hangágyú. Azt mondjuk meglövöd. Ad egy lökés, és az összes szélődő. És a mamát kifúj. Az jó, ez nem egy rossz ötlet. Egyébként ennek volt egy olyan verziója, egy darabig a 80-as években, nem ilyen, az hátrafelé működött, a hátsó ablakodba föl tudta tenni egy ilyen kijelzőszerű dolgot, aminek volt három állása. Az milyen? Emlékszel erre? Ezt hirdették tévében, volt a középső új, volt egy csók, száj, hogyha Jócsa ült mögötted, és a harmadik már nem emlékszem, hogy mi volt. Futófényed is volt, futófény. És lehetett hátrafelé üzenni. Az aztán azt beszüntették, mint ahogy a villogó féklámpát, meg ezeket, igen. Akartok benne lenni 100%-kal, vagy kivásárolnátok? Hát, hogy megadjuk-e. Nem ugye? Akarok benne lenni. Egy 20-20%, nem? Ebből az újításból, figyelj, mondom, ha 5 év múlva minden autóban benne lesz, akkor ezt visszakeresd. Nem rossz. Visszakeressük. Nem, én nem akarok veled közös vállalkozást, hogy Kati is már nem énekel, a bátyád a pultom mögött görnyed, és melózik, viszi állandóra. A sorsunkat. Marsalokat, nem. Tesó, figyelj, neked mindig lenne egy monitorláda, amit hozhatnál. Akkor jó, ez egyébként nem rossz. Ez most az utóbbi hónapok legjobb ötlete. Egyébként tényleg. Várom. Jó, háros szintű, abszolút indokolt csörbökés. Végre! Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jó, ezt megadjuk egyébként. Ez jó. A nagy darab kopasznak a lágyan figyelmeztetés, hogy induljon tovább. Igen, nyilván bökés adott, hogy nem tudok jelezni a kopasznak, annélkül, hogy megveressem magamat finoman. Tehát, hogy... Az milyen megsemmisítő, hogy ott ülsz, mondjuk az X6-os nem indul el, vagy az S-merc, és nem dudálsz, és te is. Nem. Hagyod magad, és látsz zöld, sárga, piros, és nem tovább. És reménykedsz benne, hogy a következőnél elindul. A jövő generáció autójában, ha az X6-os nem indul el, akkor azt megnyomod a dudát, és...
Nem ez! Az utolsó. Ja, utolsó. Ó, vers mindenkinek. Kérem, kérem menjen kérem, tovább. Kérem, hagyja el a... Jó. Jó, ugye? Egészen használtad. És nagyon manóka ott ülne melletted egy hárfával, egy ilyen kézis. Nagyon nagy lóvé lesz benne, majd meglátjátok, amikor a magángépemmel jövök be keddenként, hogy megcsinálta a kasza, nem hitetek benne, ide megyek a szabadalmi hivatalba. Egyébként ahhoz nagyon elszánnak kell lenni, mert átdudának kiszálljál egy baseballütő, vagy aranyakánccal. Nem már rá ezért, igen? Ezt a fajta nagyon prosztó tempót azért már az ember ritkán tapasztalja. Van ilyen, de hogy már azért úgy, már nem csak a bűnöző tudja megvenni azért a jó autót. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy dudász, akkor rögtön jön a vízé, mit dudász, ugye? A mit dudász, és akkor mit dudász, ha te is valamit még visszainteget, és te mit integetsz, és arra már kiszáll. Tehát, és hogy... ott már elindul a kiszállás. Igen, igen. Tehát jó, ne dudálj, hárfáz. Jó, jó? Megadtuk. De már 9:30, és még mindig ebben a dudáról beszélünk. Csak nem azért tesszük, mert esetleg, ne adj Isten, ma nincs témád. De van! Egy nagyon fura élményben volt részem. A múltkor egy barátommal leültünk vacsorázni egy kedvenc. Mi volt a fura vacsora, vagy a barát? Hogy azt mondta, hogy a barátod. Nem, fura. A meleg étel, vagy a barát volt a fura? Nem, az volt a fura, hogy barát, ott volt velem egy barátom, és ez nem a bal kezem volt. Tehát, hogy... és beszélt is, igen. Igen, pedig rengeteget beszélgetek a bal kezemmel, hogy igazolja, hogy mindent jól csinálok. Leültünk egy étterembe, és végignéztem egy ilyen nagyon látványosan nyomorult első randit. Tehát látod azt, hogy ott ül a kisfiú, ott ül az egyébként nagyon cuki kislány, tehát hogy megmondom, hogy félbe terveztem szakítani a randit egy ilyen belépővel, de hogy ott ülnek, és egymáshoz nem nyúlnak, semmiről nem beszélnek. Látod, hogy a gyerek, tehát ez a mici macskó gondol, mondj valamit. Igen, mondj valamit, nem jó a csönd, nem jó, már 10 másodperc a csönd van, de tudom, igen, szólalj meg. Mondj valamit, akármit, igen. Tudod, és ott ülnek, nagyon szoronganak, még valami bort is ott kikértek, hogy de ott csak még rosszabb lett az egész. Hát tud, mert rájöttek, mennyibe fog kerülni, egyiküknél sincs annyi pénz, igen. És a gyerek rájött arra, hogy ez figyelj, tehát ebből semmi nem lesz. Utána mi pont velünk együtt indultak el, mert megvártuk őket, és mert addig nem álltunk föl, és még láttam kint is, hogy szegény srác, én nagyon nyomorultam. Istenem, mikor lesz ebből reszelés? áll a csaj mellett, ilyen kinyújtott kezekkel a föld felé, és így állnak egymás mellett ilyen 60 centire egymástól, és látod, hogy figyelj itt, tehát, hogy ez egyszerűen semmi is. És arra jöttem rá, hogy egész egyszerűen... Elindulnak ezek a tétova most arcra, vagy szájra, vagy... Most megcsokolom, még nem. De ha most nem, akkor már soha. El fog menni. Igen. Elment. Hogy megcsokolod az orrát. Igen. Az egészből ilyen nagyon kellene. Igen, és egy nap bizony, hogy miért nem csókol? Miért? Mire vártam? Miért nem? El fog menni. Na jó, hagyjuk. Valami még valamit elfelejtettem. Igen. Semmi. Ja, de mégis. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Ez a nagyon nyomorúságos első randi élménye megvan, az, amikor ilyen nagyon szorong, és kigyűjtöttem egy csomó olyan paramétert egyébként, mert segítsünk, szerintem nincsen a randinak már kultúrája, semmilyen szinten. Annak idején, amikor próbáltam minél hamarabb, én nálam az egy 2-3 üzenetváltás után rögtön ott vagy, hogy már randiról beszélgetünk, akkor is, hogyha csak azért kerestél, hogy felolvassak egy verset. Tehát, hogy mit szólnál, ha randiznánk? És nálam a randi szó be is volt akadva nagyon egy időben, tehát, hogy én szeretem is használni, és azt láttam egyébként, hogy a lányok nem szeretik a kifejezés sem már, tehát nem csak... Ódivatú, vagy miért? Igen, hogy inkább az, hogy találkozunk, és majd meglátjuk. Aha. Mert a randiban már van egy ilyen állásfoglalás, hogy ott már... Ott valaminek történik. Igen. Tehát, hogy nem is szeretik egyébként ma már a lányok, hogyha randizni hívják őket, mert az már egy ilyen állásfoglalás, hogy találkozzunk, nem mondjuk ki, hogy ez randi, hanem csak úgy találkozzunk. És egy picikét szerintem most tartsunk egy ilyen kiképzést, itt vagyunk mindannyian, akik nagymesterei vagyunk a hódításnak, nem? Hát, kérdez bármit, válaszolom. Te kis hódító! Hallok, bármit! Itt van Vadon Jani, aki a hódítás nagymestere, és egy picikét menjünk végig a paramétereken, ugye? Tehát akkor ne nevezzük randinak, mert arra rágörcsölnek a lányok. Mik legyenek, itt vannak a legrosszabb randi helyszínek, egy oldal kinyújtott, mi a top 10 legrosszabb randi helyszín? Az egyes a múzeum. Hát ki ez a hülye, aki hát, múzeumban megy? Hát, az nagyon hülye. Én már voltam. Randizni? Megmondom őszintén, voltam. Micsoda? Nemzeti múzeumban. Azt hiszem, jó kazamat a látogatás való. 10 évesen volt ilyen, hogy oda mentük el. Tehát én egy kicsit ez a kulturális vonalon keresztül indultam el, és akkor bizony múzeumban mentünk. És meddig jutottatok? Hát azt hiszem, az ókori Pannonia. Lett valami belőle? Mit? Lett valami belőle? A csók az összejött. De... Ez a... Jani, te hódító!
Bocs. De a múzeum. De a csóka, te is benne voltál, vagy a csaj csókolózott valaki? Más nem, vagy, vagy mással? Nem, nem mind a két nyelv az én számba volt. A csóka az összeg, de kinek? Tehát te végig nézted, hogy a csaj lespárol valakit a múzeumban? Vagy, 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 vagy veled? Mert az, nagy, az nagyon jó. Az, úgyhogy az, mondom, az jó volt, de többire nem emlékszem sajnos, mert leesett a vérnyomásom, másom ugyanis olyan merevédésre. Becsináztak. A második az úszoda. Azt mondja, hogy úszodában ne, ne vigyél randit. Hát ott mindenki derül. Ki megy úszodában randizni? Na, most ezt magamra húzom, barátom. Én nekem egy időben én notórius Széchenyi fürdős randizó voltam. De aha, te a vízben vártad a nőt. Hát mint a víziló, hogy itt vagyok. Mint a víziló, hogy jöttem föl. Notórius Szecskás is. Azt jöttek a lányok az életedben? Te szemétláda. Beültél sakkozni az öregekhez, hogy mi volt? Egy kis nejlóharisnyával a fejed, hogy ne menjen haj a vízbe. Nem, ezzel, azzal lép az F9. Nem, azzal, azzal csajoztam, hogy, hogy 8 lépésből mattot adok. Nézd kicsim, ez, ez felizgat. Ez felizgat. Nem, nem, az a pont az van benne, hogy ott, ott van a vízben, ugye, ott, ott vagy, ott odaúszol, tudod, hogy gyere, gyere megfogod, tehát ott már azért ott már van egy ilyen full kontakt. Hát az is miért érted? Felül egy-két buborék, és nem, 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 az, amire gondol. Azért, mert szecská vagy, nem kell belefingani a vízbe. Ne, hát nem is azt mondom. Tehát azért a kettő együtt nem jár egy. Állj, akkor engem félrevezettek. Igen, igen. Aztán bele kell pukizni. De hogy szerintem az egy jó randi szituáció. Jó, de azonnal felfeded a testet például. Igen. Ezt a testet? Nem is annyira az enyém, mert az övét akartam azonnal felfedni. Ja, az, és magadat hogy, hogy tartottad titokban? Vizes lepedőt csavartál magadat? Ja, nem, én mindig, mindig magam elé tartok egy kigyúrt férfi testet. Tehát mindig megkérem egy haveromat, hogy álljon már elém, és csak így mögül egy átnyúlom. Mackó, mackó ruhába mentél, mert Tibi, vedd közben a meleg vízbe. Vagyunk. Nem, nagyon fázós vagyok, nagyon fázós vagyok. Vedd már azt a sínadrágot, Tibi, nem érted? Ez a meleg víz. Ez egy könyv. Ez egy közfürdő, itt nem könnyű búváruhába szoktam mászkázni. Tibi, vedd már ki a pipát a szádból, nem fogsz megfogadni. Tibi, hallod, vedd már a palackot, másfél méter mély a víz, de nem kell palack. Jó. Szóval az meleg azért az. Meleg. De a szecska jó, hogy szeretem a szecska. Figyelj, higgyétek el, hogy a szecska az egy nagyon jó, tehát onnan még szüzennek meg. Az jó. Az egy hibátlan helyszín volt. Jó, amit, a, amit írnak még, mint top rossz helyszín, a mozi, és ezt nagyon osztom, a mozi. Hát ez. Gyerünk el egy jó moziba. Az egyetlen melletted ül, előre néz, nem figyel rád. De hát át tömi a fejét. Szerintem a mozi nem rossz. A mozi nem rossz. Ha jó a film. Könyök. A, igen, kis könyök, megérkezik. A mozi nem rossz, nem is kell beszélgetni, de együtt vagytok, de sötét is van, hátul ültök. A mozi nem rossz. A mozi a gyávák vagy a gyávábbak randi helyszíne. De most ne beszéljünk rólad, Jani. Igen. Nagyon sokat jártam moziba. Tényleg? Nem, én moziban nem szeretem randizni, de hogy a mozi ugye azért jó, mert ugye félsz attól, hogy miről beszélgetsz majd az első randin. Egy óra eltelik, és akkor megvan a fix program, ott egy kicsit átgondolod, hogy mi van, tetszik, nem tetszik, sötét van, két óra szünet, időt nyert. És ha meg a lány dobta a labdát, akkor meg utána úgy átott a mozi, mert sok minden megtörtént. Csak jó kell választani, mert nekem volt például olyan, hogy első randi a mozi volt, csak jó volt a film, és amúgy... és a csaj próbált döntősítéget. De komolyan. Hagyjál már! Érted, hogy egyszerűen érdekelt a film. Ha másik véglet, akkor meg azt mondod, hogy remélem, érdekel az orosz ikonfestészet, mert Andrej Rubjov életéről szól a film, amire megy. Mi van, hagyjál már! Ki ez a hülye? 4 órás dokumentumfilm. Igen. A következőt írják, hogy állítólag nagyon nagy balegság hazavinni a lányt, tehát az otthoni első randi. Ezt megint nem osztom. Tehát figyelj, tehát, hogy, hogy aki ott így küszöbön belül már, ott, ott már te vagy a király. Tehát, hogy... Okay. Főleg, amikor az anyád megjelenik, ilyen becsavart hajjal. Igen, igen, hajsütővassal. Igen. Van egy kis almás pita. Kértek? Kértek koktélkréket? Igen. Csináltam egy kis szardellapasztás kenyeret. Na, megihúzhatok friss lepedőt a múltra, és tiszta igen. volt. Az a múltkori fruska is, hát nem is tudom, olyan büdös volt a lába. A kádat sem mostak ki maga után. Anyád megérkezik, azért az nem túl szerencsés. Az nem túl szerencsés. Nem túl szerencsés. Ahogy így elmondjátok, tényleg nem valami szexi egyébként. A másik, ami szerintem meleg, tehát hogy mondjuk nem az, hogy, hogy mondjuk anyád azt mondja, hogy büdös volt a lába az előző lánynak, azt szerintem eléggé extrém. De például, hogy a nyomorult szingli... Jöttél volna hozzánk. Szingli éveimben. Például a bátyámnak ez egy állandó problémája volt, amikor ilyen, hát egy elég élénken randizgattam, nem mondanék számokat, mert nem akarlak benneteket felizgatni. De a lényeg az, hogy, hogy a bátyám jött le, és tudod, ha, szia, mi már találkoztunk? Már még nem. Másik verzió, szia, még nem találkoztunk? De igen. De már igen. Már négyszer. És szegény bátyám ráállt arra egy időben, hogy csak távolról integetett. Hello! Abban nem lehet, abban nem lehet baj. Hello, ka. Igen. Jó. Hát ilyeneket most használom, hogy könyvtár, tehát könyvtárban ne randizunk. Könyvtárban nem megy senki randizunk. Ilyen arra gondolom, elnézést, ez egy könyvtár. Valahogy jó, 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 j
ja, nekem a kedvenc könyv, kussoljatok! Ahhoz nagyon balesnek kellene, hogy könyvtárba randizzál. Vagy az olvasó terembe. Igen. Jó, koncert? Koncertre egy jó, egy jó randi? Hát ez ilyen nagyon modern már, nem? Vagy mi időnkben még hát nem... Hát meg rizikós mondani, hogyha az én koncertemre hozod, én azért, én, hogyha búj alatt úgy látom, hogy rés van a pajzson, én bemegyek. Oda érsz? Most finoman megérkezel? Most volt egy csaj konkrétan Debrecenben, állt a közös, előtt oda jött dedikálni anyukájával, elmondta, hogy így, én velem a kitapétázva a szobája, és így imád, úgy imád, és amennyiben nem foglalta nyelvem, akkor el. Tehát, és aztán mondta, hogy úgy szeretlek, Király Viktor. és azt mondta, hogy Tibi, ez a lélek, de mondta, ez brilliás. A karamell annyira jó, hogy aláírod. És álkint a közönség soraiban, és tényleg előtte figyelj, elmondta, hogy ha gyereket, akkor csak tőlem, ha a jövő, akkor csak velem. És soha nem fog megcsinálni jövőre, amikor fölsős lesz már. és azt mondta, hogy nagyon jó arc szerint, és a nevelő tisztje szerint is, igen. Nem, de hogy álkint, és tudom, milyen nyomorúságos, én 15 éves ott karolgattam, és tudod, így kiszóltam ilyen reményvesztetten, hogy kérlek, mondd, hogy a bátyád, tudod, és mondta, nem, a barátom, roh. Tehát ez a teljes kudarc. Tehát akkor koncert sem? Koncert? Hát, az nem rossz helyszín. Hát. Kicsit felnőttes szerintem a koncert, nem? Tehát oda azért egy érettebb nő megy egy érettebb palival. De hangos, nem tudsz beszélgetni. Az a kis bénácska. Igen. Meg ott másért rajong. Igen. Meg ott másért rajong. Na jó, mondok egy párat, amire azt mondják, hogy a legjobbak. Na, tehát, mondj egy top helyszínek. Bowling. Állítólag a bowlingra vinni a csajt az nagyon jó első randi helyszín. Ez nem rossz. Röhögtök. Kis oldott a dolog, nincs ez a befeszülés, beülés, egy eperség mellé, és akkor bambán néztek egymásra. Dumáli tudsz? Ki zene szól, nem sorongos a dolog. Bowlingból, és nullákat valószínű is az. Röhögtök, tehát azt szerintem jó, ha elver, az is jó. Aha. Tizet tarol egymás után, te pedig... Egyébként ezt adom. Jelen. Ez nem egy rossz bowling. Helyszín. Állítok a bowling. Társasággal mentek, ez nem rossz. Bowling jó, zene szól, kicsit dobálsz, meg van törve, italozgattok, elvagytok. Bowling egy jó helyszín. Ezt én bírálom, hogy ez szerintük jó, azt mondja, séta a városban. Így andalog négy össze-vissza. Hát ez az nem rossz. Jó? Azt szerintem nem rossz. Ez a maradj mozgásban, ez mindig. Ez az én hitvallásom volt, Rani. Maradj mozgásban. Ne hülyés. Ez a lejúszat, beszélgetni kell, tudod? Ha mozogsz, az nem olyan kellemetlen, a csöndben mentek. Ez a maradj mozgásban. Erre Margit sziget. Beláthatatlan távolságban. 30-40 kilométer. Még ez a maradj mozgásban. Hát, mint tengerész. Ne ülj le, tudod, ha leülsz, az ott megfeszülsz. De Balázs az olyan lazán randizik, mint egy tengerész gyalogos. Nem maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Te már a 36. kilométer. Maradj mozgásban, menni kell. Véget kör a szigetek. De nem, tényleg, a maradj mozgásban az nekem bevált. Csak a hely legyen jó. Tudod. Tehát, hogy nem mindegy, hogyha vészel. A Városliget szép, illatos út és környéken, nagykörös. Hát igen, mondjuk a Népligetben nem annyira jó. Igen, tudod. Maradj mozgás a Népligetben, igen. Figyelj, ez egyébként... Megnézed, hogy milyen a napok. Maradj életben. Elviszik a kislányt a bokorba, az nem szerencsés. Figyelj, mint ilyen randi jelszó, maradj mozgásban. Ez volt a hitvallásom. Brilliás. Maradj mozgásban. Brilliás. Az összes ilyen, aki ül szembe egy ilyen nyomorúságos egy deci borral, azt se tudja, mi van. Szorongsz, elfogy a téma, maradj mozgásban. Mert akkor mindig jön valami. Baj. Persze. Ott van, egy de aranyos a kiskutya, de aranyos a kisbaba. Tovább mész, kicsit leűsz, de föl tudsz állni, tovább tudsz menni, maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Jó, mondjuk egy picit egy ilyen, nem tudom, ilyen hiperaktivitás tünetét. Ott a magyar maradj mozgásban, de aranyos kiskutya, de aranyos kiskutya, de aranyos, iszok valamit, eszek valamit, kimegyek, bejövök, te kész valamit? Nem kész valamit? Mi a kedvenc zenét? Semmi? Na jó. Este van már, jön a hajnal, haza kíséred. Ennyi. Én mindig ezt mondtam, Bali, maradj mozgásban. Maradj mozgásban. De hülye vagy. Jó, itt írják még, hogy álltok borzasztóan ideális, a tropikárium. Hát, sokan vannak. Ja, hogy összeér a kezdetek a ráján? Nem, hanem, együtt simogatjátok a rája simogatóban. Kicsit tenger van, tudod, kicsit így be az anyamékben ott összegzett. Tehát lehet képzelni, hogy a tenger, meg az a feeling, az egy kicsit így hozzátesz a dologhoz. Ha elúszik mellettetek, ezzel foggal a cápa. És mondod, hogy lesben áll egy cápa. Ugye? Tehát ott föl van dobva már a popzenébe. Hát kicsit ovis, de jó. Kicsit ovis, de jó. És a végére hagytam, mert nem nagyon értem, ugyanis én nem nagyon tudok kornézni. Állítólag nagyon jó randi helyszín a műjégpálya. Az jó. Aha, jó? Az jó. Az vicces. Az jó. Az jó, mert a nevetés jó dolog, én pedig a műjégpályán bárkit megnevettetek. Átmegy egy kori. Átmegy egy kori a kezeden, levágják három múlja, de nagy mulatságban. Egyébként az tényleg jó. Mert ha nagyon megül a buli, ott azért egy ilyen műesést bármikor be tudsz dobni. És ott is van a maradj mozgásban. Tehát ott inkább maradj mozgásban. Koriz, ne legyen baj, koriz tovább. Koriz, éleszve, egyetej át. Ne csináljuk, mint a nem menél része, koriz tovább, nem baj. Maradj mozgásban. Akkor igazából megreformáltuk a randi műfajt. Egyetlen egy kulcs szó van, vagy kulcs mondat.
Maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Maradj mozgásban. Jó, félve kérdezem meg, hogy a furcsa napomért a forgalom és a dudálás megreformálásáért nem tudom megadni. És a randik fejlesztésért jogos a tas és a sikor. Egyszerűen. Tibi, ma mindent vittél. Hármas volt a csörgök és ez taps. Mivel ismerlek benneteket, ezt beosztom egy 3-4 hétre. Igen, ma túl jó. Ma túl jó napunk volt. Meddig van Szabi, mielőtt jövő héten bejövök, és nagyon nyomorultan állok itt kín a portánál? Mi van? Gyere, akkor már. Mi van? Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.